Nagyon szépen köszönöm, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és őszintén szólva az a szó, ami nekem eszembe jutott, amikor erre a mai napra készültem, amikor ide indultam, hogy önökkel, veletek tudjak találkozni, az mindenek előtt a köszönet és a gratuláció. Az utóbbival szeretném kezdeni, a gratulációval, mert egész őszintén 2014 második felében, mintkor ebbe a kalandba belevágtunk. A kaland az egy szép, egy pozitív kifejezés és kategória is lehet, amikor azt fogalmaztuk meg, hogy Magyarországon elsőként egyéni sportágak legkiválóbb sportolói számára egy egyesületi keretekben működő akadémiát hozzunk létre, és ennek az akadémiának a névadója az MTK legnagyszerűbb elnöke Brühl Alfréd lesz. No, akkor a szó legszorosabb értelmében az álmunkban nem gondoltuk volna, hogy az első teljes esztendő, a 2015-ös esztendőt követően a Brühl akadémisták sportsikereinek a sorába olyan eredmények tartoznak majd, mint felnőtt világbajnokságon elért dobogós helyezés, mint felnőtt Európa-bajnoki cím, mint meghatározó olimpiai sportágban a szerénységem tiltja, hogy a kajakkenut most itt nevén nevezzem, korosztályos világbajnoki cím, korosztályos Európa-bajnoki cím, sok más sportág, junior és ifjúsági világ- és Európa-bajnokságain aratott győzelem, és szinte már a szerénytelenséggel határos, hogy ezek után nem is mondjuk név szerint el, hogy kik is voltak a győzteseink, de nagyon-nagyon sokan ezeken a korosztályos világ- és Európa-bajnoki megmérettetéseken dobogós helyezést értek el. Felnőtt világkupa győzelem, korosztályos világversenyeken elért dobogós és döntős helyezések. Mindennek köszönhetően a Brühl Alfréd Akadémiában a ti teljesítményetekben testet öltő erőnek köszönhetően mondhatjuk el azt nagyon büszkén, hogy a 2015-ös esztendőben az egyesületek eredményességi rangsorában, amit úgy állít össze a Magyar Olimpiai Bizottság, hogy mindig megnézi, hogy egy adott esztendőben felnőtt világ- és Európa-bajnoki megmérettetéseken, olimpiai sportágok, olimpiai versenyszámaiban, mely egyesületek sportolói értek el egy kötőjel hatodik helyezés közötti helyezést. Ebben a versenyben, a 2015-ös esztendőben az ezüstérmes pozíció az, amit az MTK el tudott érni. Sok év után újra a legeredményesebb magyar sportegyesületek egyike lett a magyar testgyakorlók köre. És ennek a teljesítménynek, a ti munkátokban testet öltő erőnek köszönhetően szinte nem volt olyan díjátadó része a Heraklész gálának ebben az esztendőben. Szinte minden kategóriában MTK-s sportolót is szólítottak, és a legkiválóbb magyar utánpótlás sportolók köszöntésére rendezett eseményen az MTK sportolóit, a Brühl Alfréd Akadémia sportolóit köszöntöttek. Úgyhogy szívből gratulálok mindannyiatoknak, jelenlévőknek és olyanoknak, akik most nagy világeseményekre, többek között a Riói olimpiára készülve, Brühl akadémistaként a Riói olimpiára készülve, most edzőtáborozás miatt személyesen nem tudtak jelen lenni. És elnézést, ha egy picit hosszú lesz most ez a felsorolás, de fontosnak érzem, hogy itt és most köszönetet mondjak mindazoknak, akiket egyébként már Miklós és Tamás említett. Szeretnék köszönetet mondani a mestereknek, az edzőknek. A magyar sport kiapadhatatlan aranytartaléka az az edzői tudás, amely edzői tudás segíti az MTK sikereit, amely segíti a magyar sport nemzetközi sikereit, és amelyik nélkül azokat a célokat nem tudnánk megvalósítani, elérni, mint amit magunk elé tűztünk. Úgyhogy szívből köszönöm és gratulálok a jelenlévő mestereknek, akiknek a közreműködése nélkül ez a fantasztikus siker nem jöhetett volna létre. Köszönöm a szakosztályok vezetőinek, elnökeinek, szakosztály igazgatóknak a munkáját. Köszönöm az MTK vezetőinek a munkáját, azoknak a kollégáimnak a munkáját, akik közvetlenül a Brühl Akadémia ügyes-bajos dolgaival foglalkoznak. És szeretném megköszönni, hiszen szép számmal vannak jelen a szülőknek, a családtagoknak a közreműködését. Ez egy közös vállalkozás. Mert persze első helyen, ha egy plakát lenne, akkor legnagyobb névvel, mint főszereplőnek a neve a sportolói. De természetesen díszlettervezőként, vágóként, Oscar-díj izgalmas átadási ünnepsége előtt
komoly reményekkel a szívünkben egy ottani siker kapcsán, talán nem túlzó egy ilyen filmplakát hasonlat. Ott kell, hogy szerepeljen, ott is szerepelnek a szülők, az édesanyák, az édesapák, a testvérek, a barátok, barátnők, a távolabbi rokonok, a nagyszülők, a versenyeken mindig lelkesen ott lévő nagyszülőknek a neve is. Az ő segítségük, támogatásuk, megértésük nélkül ez az eredmény, ez a siker. A Brühl Alfred Akadémia létezése sikere, az nem jöhetett volna létre is. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a kiváló szakembereknek, akik nem egyes sportolók munkáját, nem egyes szakosztályok tevékenységét, hanem magának az akadémiának a munkáját segítik. Tihanyi József professzor úrnak, Garami József mesteredzőnek, Pézsa Tibornak, Szőcs Bertalannak, és én is hadd emlékezzem meg Kidik Lászlóról, akik rendkívül sokat segítettek, segítenek abban a munkában. A vezetőségünk tagjainak, Tamási Zsoltnak, aki a nagyobbik testvér, Sándor Károly Akadémia szakmai igazgatójaként akadémia megszervezésében és irányításában szerzett tapasztalataival is segíti a Brühl Alfred Akadémia munkáját. És természetesen szeretnék köszönetet mondani Tóth Józsefnek, aki ugyancsak nagy segítséget nyújt, Szabó Tamás professzor úrnak, atyai jó barátomnak pedig külön köszönöm azt, hogy a kaland ötletének az első pillanatától támogatólag segítette a mi munkánkat. Kedves barátaim, kedves sportolók, többször volt módom már elmondani, elnézést kérek, hogyha ismétlem magamat, de az álmunkban sem remélt, és a tavalyi esztendőben mégis valóságá vált sikerek és eredmények feljogosítanak, hogy immár nem csupán vágyként, reményként, hanem célkitűzésként tudjam azt megfogalmazni, hogy a Brühl Alfred Akadémiának is, első helyen a Brühl Alfred Akadémiának, a ti elszántságotoknak, akaratotoknak, tehetségetek kibontakoztatása érdekében végzett munkátoknak köszönhetően és ennek a reményében azzal a határozott elszántsággal indulunk, a persze még csak előttünk lévő Riói Olimpia után kezdődő új olimpiásznak, a Tókióig terjedő 4 évnek, hogy közületek sokan, nem néhányan, egy-ketten, sokan ott lesznek majd 2020-ban a Tókióba készülő magyar olimpiai csapatban, és tudjuk jól, a kvalifikáció már önmagában hatalmas sportteljesítmény, de nem csupán, idézőben mondom, előre gratulációja a kvalifikációért, hanem kvalifikált a magyar olimpiai csapat tagjaként, Tókióba készülő sportolóként többen közületek, tudom, mert megvan hozzá a tehetségetek, a szövetségekkel együtt meg tudjuk teremteni a hátterét ennek, pontszerző esélyes sportolóként, érem esélyes sportolóként tudtok majd Tókióba indulni. És ha ez majd sikerül, megvan a kvalifikáció, megvan az a siker, akkor már alig kell 4 évet várni, és reméljük a budapesti olimpián lehet majd 2024-ben megismételni, vagy először elérni azokat a csodálatos sikereket, reményeket, aminek a jegyében a ti sportolói pályafutásotok, a felkészülésetek titeket a Brühl Alfred Akadémiába hozott. Kedves barátaim, az MTK a sikereivel egy sokkal nagyobb ügyet, a magyar sport sikerének az ügyét szeretné szolgálni, de vannak olyan pillanatok, amikor itt van az ideje a büszkeségnek, ez a mai pillanat a saját MTK-s büszkeségünknek is a pillanata, hiszen van mire büszkének lennünk, ezért még egyszer köszönet nektek. De az MTK egy közösség. Fiatal és idősebb sportoló, vezető és edző, szurkoló, támogató, valaha volt MTK-s sportoló és leendő MTK-s sportoló közössége. Egy erősödő közösség, és a ti tevékenységetek, a ti részvételetek, az bizony ennek a közösségnek az erősödéséhez is hozzá segít minket. Én azt köszönöm, és egyben azt kérem tőletek, hogy ugyanúgy szívvel, lélekkel csináljátok azt, amit MTK-s sportolóként, Brühl Alfred akadémista sportolóként csináltatok. Mert az ember az eszével van ott csak az edzéseken, az minimálisan elvárható, ha csak az eszével van ott a versenyeken, az joggal támasztott követelmény veletek szemben, de a Brühl akadémiai tagsághoz az is kellett már, hogy szívvel, lélekkel csináltátok. Önnál fantasztikus odaadással
végeztétek a munkátokat, fantasztikus odaadással dolgoztatok a saját személyes sikeretekért, az MTK sikeréért, és ezen keresztül a magyar sport sikeréért. Büszkén az MTK és a Brühl Alfréd Akadémia elnökeként büszkén mondok köszönetet az eddig elvégzett munkáért. A tavaly már a Brühl Alfréd Akadémiában jeleskedő sportolóknak gratulálok, hogy akadémistaként folytathatják a karrierjüket. Az újaknak, a frissen felvetteknek, a Brühl Alfréd Akadémia munkájában most bekapcsolódóknak pedig azt kívánom, hogy amikor majd egy év múlva találkozunk, akkor újra találkozzunk, immár újrázó akadémistaként velük, és az ő 2016-os sikereiknek is örülhessünk. Kedves barátaim, köszönöm, hogy meghallgattatok, megtisztelő volt a figyelmetek. Hajrá, Brühl Akadémia, hajrá, MTK!